Jövő időben. Gondolatok a fenntarthatóságról. Az amerikai álom. Felhőkarcolók, szabadságszobor és lobogó nemzeti zászlók. Óriási ház, mesés, karrier és fizetés, sportautó, úszómedence. És persze a laza, magányos hős, a magabiztos és kemény fiú, aki a film végén mindig megmenti a világot a gonosz fenyegetésétől, fennen hirdetve az amerikai nemzet nagyszerűségét. Ilyen, megdöbbentően egybecsengő képekben, klisékben láttatja Amerikát a hollywoodi filmipar. De mit is jelent a világ számára az amerikai álom? Mennyire van hatással más kultúrákra? Az amerikai álom, ami teljes mértékben az egyénre helyezte a hangsúlyt, és az egyénnek a kitörési lehetőségeit próbálta megteremteni. Az amerikai mintákat, kulturális mintákat igen széles körben és nagy-nagy örömmel vették át. Hát hallottam még 25-30 évvel ezelőtt, hogy Moszkvában embert öltek egy farmernadrágért. Tehát nem csodálható, hogy mondjuk Japánban is igyekeznek ebbe az irányba, de azért az más szerintem, mint a nyugati világban, mert Távol-Keleten változatlan a közösségi értékek jelentik az elsődleges szempontot, és az azt jelenti, hogy a japán ember, a kínai, a malajziai vagy a dél-koreai, az, pláne az észak-koreairól is beszéljünk, alárendeli magát a közösség érdekeinek. A filmekben Amerika a korlátlan lehetőségek hazája. Egy olyan ország, ahol mindenki szabad és egyenlő, ahol mindenki teljes és gazdag életet élhet, kizárólag a saját képességei és nem a társadalmi helyzete alapján érvényesül. A kétségtelen jólét és a rengeteg társadalmi vívmány mellett azonban az amerikai álmon komoly repedések keletkeztek. Az elmúlt 10 év az nagy rész arról szól, hogy ez a világ hogyan borult fel, hogy az az Amerika, amelyről nagyon határozottan állította mindenki, hogy a középosztály Amerikája, hogy ott azért tömegével, 100 milliós lélekszámban olyan emberek élnek, akik nem különösebben gazdag, nem különösebben szegények, egyáltalán nem biztos, hogy rendkívüli képességekkel bírnak, de működnek, élnek, és például az életüket áthatja egyfajta bizonyosság és biztonságtudat. Hogy az a világ, ahol élnek, az nem hagyja őket elveszni, hogy van jog, hogy vannak olyan szabályok, amelyek gondoskodnak a védelmükről. Na most ez van megrendülőben. Az Amerikai Egyesült Államok a Föld egyik leggazdagabb és legerősebb állama. És az amerikai álomnak rendkívül komoly hatása van a világra, akár igaz ez az álom, akár nem. A Föld szinte minden zugát elárasztó hollywoodi filmek nyomán emberek milliárdjai szeretnének maguknak olyan életet, amilyet a képeken látnak. A filmekben ábrázolt jólét és az amerikai értékekre épülő cselekvési minták viszont sokszor szöges ellentétben állnak nem csak a realitásokkal, hanem az adott közösségek és országok hagyományos értékrendjével, tradícióival, kultúrájával is. Ennek az álomszerű Amerikának a dizájnja, a trendisége, a divatelemei, a színvilága, a betűtípusai, azok változatlan átjárják a világot. Mert hát félreértés ne essék, már a háború előtt is volt például Magyarországon Amerikának egyfajta mítosza. Az, ami amerikai, az a legújabb, az a legmenőbb, az a legütősebb. Ha valami amerikai, akkor az nagyon patent, mondták még gyerekkoromban is az öregek. És ez valami olyasmit jelentett, hogy Amerika nyitott, hogy Amerika számára a divat, az nem hóbort, hanem lényeges eleme, mert állandó megújulás és frissülés. Egyes felmérések szerint 6 földméretű bolygó nyersanyag és energiaforrásaira lenne szükség ahhoz, hogy az emberiség egésze számára a jelenlegi amerikai jólét biztosítható legyen. És bár a hollywoodi filmek makacsul hirdetik az ellenkezőjét, a fogyasztás korlátlan növekedésén és a piac mindenhatóságán alapuló amerikai modellről egyre nyilvánvalóbb, hogy hosszú távon Amerikában sem lesz fenntartható. Hogy lesznek ezek túlélők? Valami itt korcsosul? Kérdezném, hogy 100 év múlva ki tud majd itt magyarul?